Több vidéki nagyváros mellett Szekszárdon is megnyitja képzőközpontját a Matthias Corvinus Kollégium. Az iskolaidőn túli és a közoktatási tematikán túlmutató ingyenes képzésekre már most lehet jelentkezni. Első körben a Fiatal Tehetség Programba az általános iskola 5. osztályt kezdő diákjait várják. A regisztrált általános iskolás diákok bepillantást tudnak nyerni majd a robotika világába, a pénzügyi tudatossággal tudnak ismerkedni, a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteiket is tudják bővíteni, illetve különböző kísérletekben is részt tudnak majd venni. A középiskolás programba a 9., 10. és 11. évfolyamos diákok tudnak jelentkezni. A programban résztvevők amellett, hogy tovább mélyíthetik tudásukat, olyan készségeiket fejleszthetik, amelyek későbbi tanulmányaik, karrierjük során is hasznosak lehetnek. Az alapvetően e-learning alapú képzést tehetségtáborok, tanulmányi kirándulások, angol és német nyelvi kurzusok színesítik. A középiskolásoknak kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern történelem, a nemzetközi kapcsolatok, pszichológia vagy éppen az irodalom. Azért ajánlom alapvetően, mert a becsatlakozó diákoknak gyakorlatilag egyfajta életutat mutat. A továbbtanulásokhoz, illetve a karrierjük szempontjából fontos mérföldköveket tudnak érinteni, ezáltal életük meghatározó részévé tud válni, illetve a jövőt meg tudja alapozni. A képzések 2021 őszétől már Szekszárdon is elérhetőek lesznek. A középiskolás programba június 13-áig lehet jelentkezni egy szabadon választott könyv, film, sorozat vagy előadás kapcsán írt kritikai esszé beküldésével. A fiatal tehetség programba pedig online módon szülői ajánlás alapján jelentkezhetnek az érdeklődők.